A szabad vizek befagyott területen minden korosztály számára csábító, ugyanakkor nem veszélytelen. Előfordul, hogy a jégbeszakadásoknak halálos kimenetelő végkifejlete van, ami részben a felelőtlen viselkedésnek, részben a jeget jellemző tulajdonságok nem megfelelő ismeretének tulajdonítható. Mint a reggel időben megmértük a szolnoki holtizának a jégvastagságát, jelen pillanatban 3,7 cm vastag, ez alkalmatlan bármiféle fajta sportolásra, ahhoz, hogy ez biztonságosan tudjuk használni, legalább 12 cm-nek kell lennie. A hőmérséklet hirtelen változása, illetve a tartósan enyhe időjárás nagy mértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé és kiismerhetetlenné válhat. Mindenképpen azt javasoljuk mindenkinek, hogy tájékozódjanak a part céléről fel tudják ütni a jeget, meg tudják nézni, valamint az is egy támpont tud lenni, hogy a jég felületen bárki tartózkodik-e. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvat, nem mozog. A csillogó felületre nem csak a sportolásra, csúszkálásra vágyók mennek, hanem azok is, akik horgászat, illetve szellőztetés céljából léket vágnak. Egyedül semmiképpen ne tartózkodjunk a, a jégen, tehát mindenképpen próbáljunk meg úgy kimenni, hogy többen vagyunk, és amennyiben mégis baleset történne, akkor nyilván elsődleges az életmentés, illetve a segélyhívás. Légvágás esetén a jégmentessé vált területet legalább 50 méter távolságból felismerhető módon meg kell jelölni. Az egy négyzetmétert meghaladó területű léket nem elég megjelölni. Azt egy méter magasságban legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal körül kell határolni. Ha léket ütünk a mérések miatt, esetleges horgászat miatt, akkor mindenképpen a parton található száraz anyagokkal, náddalsással, gajakkal kell ezt a léket megjelölni. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársainak hasznos tanácsai a jégentartózkodással kapcsolatban. Soha ne menjenek egyedül a jégre, ne álljanak szorosan egymás mellé nagy csoportban, és lehetőleg folyamatosan mozogjanak. A tartózkodás során, ha gyanús ropogást, recsegést hallunk, azonnal feküdjünk a jégre, hogy minél nagyobb felület legyen terhelve a jég, és próbáljuk meg a legközelebbi biztos pontot hasoncsúsz felérni. Beszakadás esetén igyekezzünk a jég szélében megkapaszkodni, és lábunkkal a part felé lökni magunkat illetve kérjünk segítséget. A megkapaszkodás, illetve a part felé igyekvés során kerülni kell a felesleges mozdulatokat, hogy megőrizzük a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Ha a partot értünk, azonnal menjünk meleg helyre, törölközzünk szárazra, ígyunk forró italt, de kerüljük a kávé és az alkohol fogyasztását. Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások keletkezhetnek. Ezért inkább hívjunk segítséget. A mentést végzőt lehetőség szerint kötelekkel, társakkal biztosítsuk. Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtsunk a jégbe szakadnak. Ha többen vagyunk egymás lábát fogva, mint egy hason fekvő lánc, segíthetünk. Az akciót követően hívjunk mentőt. A jégbeszakadások megelőzése érdekében érdeklődjenek a Tiszai vízirendészeti rendőrkapitányságon, ahol tájékoztatást kaphatnak a kialakult jégrétek aktuális vastagságáról és ennek megfelelően a biztonságáról is. A szolnoki ágon végrehajtott mérések alapján a jégrétek vastagsága 5 cm volt, ami messze elmarad a biztonságosnak mondható 12 cm-es vastagságtól. A mért adatok azonban így is csak tájékoztató jellegűek, hiszen a meder és vízviszonyok miatt eltérő lehet a jégpáncél vastagsága a felszín különböző pontjain.